Sziasztok! Hát akkor irány Arch Dragon Peak. Legközelebb szerintem a... Hát igen, innen, Irithyll Dungeonből van. Ezért csak közben bekapcsolom a stopperemet, így kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt tudom leradírozni azt a helyet. Pontosabban, hogy elérek a Nameless Kingig úgy, hogy anélkül, hogy ketté kéne vágnom. Te pedig anyádat próbáld meglökdösni. Ja, itt pedig a három rohadt smasszeren is át kell vágjam magamat, mert az alsó szinten van az átjáró. Hát... Öcsém, így mellélülni, tudjátok mit ez? Nem fűznék hozzá megint semmit. Ne! De... Menj már! Na ne! Ne olcsál már széjjel, hogy majd te egy megbillogzol engem. Oké. Okay. Koordinációs probléma, hashtag 1. De igazából leszarom. Úgyis lesz bonfire hamar. Belefér egy gyógyítás. Hát igen, az ember sose értékeli, mennyi HP-ja van. Csak addig, csak akkor kezdi el, amikor jön egy ilyen gyökér és leradírozza az összeset. Jó kis megoldás, csak kellőképpen sportszerűtlen. Még meg is bélyegzett minket. Milyen érdekes, hogy át tudja sütni ezt a tömör kőpáncélt. Hát igen. Már csak, hogy izé hozzánk érinti, abba ketté kéne törni annak a teszkós vasnak, na mindegy. Hát akkor itt nyomatunk egy pillangóülést. Az elég laza a karakterünk, hogy így bírja tartani a lábát. Nagyon komoly. És még parázslunk is. Király, mindjárt ott is vagyunk. De ez a két perc igazából nem fog bele számítani. Na, király. Remélem itt nem kapok invadert. Mint ahogy annó az történt. Még első végigjátszásom van. Valami fiú múltra Great Sword-ös gyökér így betámadott, már azt hitte, hogy ő a Jani a hegyről, aki bekapja a faszomat egyből. Itt lesz egy pár ilyen tűzfolyós majom. Kígyó ember. Hát bárhogy nézzük, te három ütés vagy. De amúgy ne esünk nekik mindig így, mint a tót az anyjának, mert akkor ilyen furán tartják a késüket, az azt jelenti, az jelzi perizési szándékukat. Perizési hajlandóságukat. Itt lesz belőlük egy pár, bazd meg. Jönnek a mentők. Azt a balfaszt, aki múltkor furt hajnali. Reggel, délelőtt, tök mindegy, mikor biztos jó agyon vertem. Ráadásul úgy, hogy nem emlékszek rá. Hát jó. Akkor legyen közelharc. De akkor ne köpködjél, mert te buzi! Nem gyere! Tudom, itt... sokan vannak, de leszarom, én most így csinálom. Mert nekem így a kényelmes, te pedig mi az, hogy keresztülütsz a pajzsomon? Oké, hogy sarlód van, de akkor is. A kurva anyádat. Mi van, nem számítottál rá, kikerüllek?
Volt olyan mákom, hoppá, elértük a 99 Titanite csánkot, volt olyan mákom, hogy ezek a kis kígyó emberek is dobtak csánkot, de egy egymás után vagy három darab. Azt a kód van, 7-es luck. Azóta sem nyúltam hozzá, elhihetitek. Itt van valami tárgy, vagy csak úgy fénylik a... Ja, csak úgy fénylik. A szikla. Itt még lesz egy-kettő ilyen köcsög a boss előtt. De ezekkel itt már nem hajtok foglalkozni. Ja, itt fönt. Soul of a Seasoned Warrior. Itt pedig még Titanite Chunk. Hát, baj, mert a felesleget eladjuk. Mondom, sokat ér. Vagy akinek kell és hasonló szintű még tény, azt gondolja, bejelölhet, aztán... trédelünk. Na, ezek ellen az a megfelelő taktika. Nyomassa az erősebb kombóját, bár olyan kiszámíthatatlan faszok néha. Hát, azt akartam mondani, hogy összesen egy ilyen karddal kb. Egy olyan ötöt rájuk üttök, akkor utána lebénulnak, aztán a két kritikus sebzés az sokkal inkább sebzi őket. És akkor egy szét lehet csapkodni a fejüket elég hamar, de az fontos viszont, hogy egyszerre csak egyel küzdjetek. Pláne, hogyha egy olyan példány az, amelyik így a paltáját így el tudja haigálni a lánca segítségével ilyen 12 plusz áfa méterre. Az úgy nem jó, nem túl kellemes. A perizni már te se fogsz, öcsém. Lightning Clutch Ring. Nuhát akkor. Nézzük ezt az Ancient Wyvern-t. Hát itt az oda vezető út, itt az elején fog szerintem szívni egy kicsit. Mégpedig azért, mert amikor itt bemenekülünk a tüze elől, akkor... Három ilyen kígyó ember lesz. Három. Tudom, számítok rá, de lehet benyalok egy pár... pár izét, ütést. Ugye, láttátok? Nem volt elég egy rugás. Na. Ha, ezt elég olcsó megúsztam. Tárgyakért majd visszajövök. Ja, nekem át kéne váltani a Great Bow-ra. Ott van. Most érdekes, hogy eltalálta azt a macska Jancsit itt tűzzel. Itt is lesz... nem pont így akartam. De megfelel. Fú, na itt estem már le egy pár szó itt a lépcső mellett. Elég gecim van ide rakva. Ehhez is hogy kidessen itt ez a rohadék. Elég alattomos. De a zene, az jó. A zene, az mindig jó. Gyere bogárka, küzdjünk. Mondom, gyere, bazd meg. Persze, mikor jön? 2, 3, 4, 5. Ah, igen, most a plusz-plusz-plusz miatt kibírsz még egy ütést, bazd meg. Hogy rohadnál meg. Kb. Mennyi olyan 10 sebzés kellett volna még neki? Jó van. Még egyszer mellé ütöttem, amikor már lebénult. Aha. Neked is itt jó a rejtek helyett, fiam, ja mégse. Ott is van egy. Jól van. Szemből mindjárt azt a másik kis tetűt is lelőjük. Ez
ezért jöjjünk majd le később, nem tudom. Ja, inkább majd később. Ha végén nem tudok visszajönni a lépcsőn, az gáz. Bánod, hogy majdnem full HP-ztuk. Az azért elég jó. Az elég jó. Na most csaljuk ide ezt a fogyatékost is. Hú-hú-hú. Hát igen. Na most tartsuk fel a pajzsot, mert... Ja. Mellénk húrja azt a láncot, már azzal sebez. Mindegy, megdöglött, megdöglött, jó, jó, kész. Már csak egy ilyen gyökér van. Ez itt meg már safe zone, akárhogy nézzük. Itt már a mauzóleumnál vagyunk. Ide fogunk majd fel teleportálódni. Amint a boss-t eltettük lábalról, mindjárt le is ugrok a nyakába. Na mindjárt alatt azt értem, hogy most csak még van egy tárgy, amit szedjünk föl. Itt elkövettem egyszer azt a balfasságot, hogy mellé ugrottam. Aztán most nehogy összehozzam, mert akkor tényleg kiröhöghet mindenki. Akkor megérdemlem. Meg a biztonság kedvéért gyógyítsunk fúra, mert én már csak ilyen vagyok. Bebaszott volna, hogyha mellé ugrok. Na, gyorsan egy Shield of Vantos történetet még csapassunk föl. És ide nem sokára jöhetek majd vissza. Ugye tárgyak miatt, meg egy-két ellenfelet majd még itt legyilkolok. A farmolás jó dolog. Hát 12 percnél tartok, abból 2 perc az még Little Dungeonben volt. Töltőképernyővel, meg minden mással együtt. Hát ja, ezt szerintem meg lesz egy húzamba. Ja. Na mennyi lelket kapunk. De amúgy nem is feltétlenül kell majd az elejétől visszamenni, hülye vagyok én, mert itt ugyanúgy visszajutunk. Csak... Hát akkor már takarítsunk itt errefele is. Ja. Kapásból sprinteljünk föl és a varázslót nyírjuk ki. Mert ez a gyökér itt végtelenszer fog újraélni, mondjuk először ha kinyírjuk, akkor több leleket ad. Pedig egy ostoros kobranyakú gyökér. Na. Erről a tagról azt kell tudni. Hát gyors fegyverre szét lehet csapkodni, aztán elfoly a stamina. Egyszer tudjatok hátra gurulni. Tehát igen, ezt ne hagyjátok, hogy így... ...mert érvényesüljön és neki kelljen ő ütni, hanem... ...valahogy így. Mondom, valahogy így. Soul of a Champion és a Drake Blood Greatsword. Itt pedig, hogyha megint elsütjük ezt a trükköt, hogy... ja, Path of the Dragon. Akkor megkapjuk a Calamity Ringet. Ami annyit tud kőkeményen, hogy... kétszer annyi sebzést nyelünk be.
mint átlagba, tehát nagyon megéri. Használjátok, tényleg. Csak úgy szuper. Csak ajánlani tudom. Ó, bazd meg! Kis köcsög. Azt hittem, hogy le fog lökni. Helytelen egy skilliterre, nyomathatnak is egy plunge-eteket, de igazából tök fölösleges. Jó, arra kell majd tovább menni. Akkor ez az irány itt kilőve. Engedjük le a liftet, nekünk tök fölösleges lemenni. Én akartam előbb ütni, buzik. Hogy nőjön köröm a faszotokra. Már ha lenne. Pedig amúgy számítottam is rájuk. Be wary of ambush. Ja, de amikor lelakad a kardod, az úgy nagyon jó, tényleg, tényleg. Csodálatos, kurva jó érzés. Na itt meg most megint írhatjuk ezeket halomra. Jó, így is jó. Na, még egyet. Hú. Igen. Fenn volt a pajzsom, bazd meg, neked az nem jelent semmit, lebetűzzem, te gyökér. Tehát úgy... Fuck off. Ja, jó, most mondjuk hátulról húzta ránk ezt a... babaltát, tehát... Most meg lehet érteni, hogy miért sebzett úgy, hogy fönn volt a pajzs. Ezt most elnézem. De akkor is a kurva anyját. Tehát, ja. Én igazán toleráns vagyok. De a kurva anyját. Neked is. Már csak azért, mert létezel és én keci ocsmány vagy. Első hiba, és utolsó. Ja, itt ide jutottunk volna le, de itt viszont van egy létra, ahol le lehet mászni. Egy-két jó kis tárgyért. Vagy az arrébb lenne? Ja, azt szerintem arrébb van. Nem mindegy, fenn akkor ezt a fogyatékos se. Adjuk ki már a buliból. Ja, ez egy másik fogyatékos. Én arról a fogyatékosról beszéltem. Hoppá, ez egy elég szerencsés ütközet volt. Itt is tuti van valami tárgy fönt. Vagy nem, itt felszedtem. Itt felszedtem, jó? Most pedig jöhet az, hogy innen megyünk le a búzsbüdös picsába. Visszafele ugyanis még ott hagytam el egy csomó dolgot, illetve... még egy gyűrűt, amit hát nem is tudom, hanyadik végigjátszásra vettem észre. A cigány kurva anyátokat! Mindkettőnek! Hát ezek a kígyó emberek határozottan köcsögebb példányok, mint amik a Dark Souls 1-ben vannak. Ott én nyomottam a Perryt, nem ezek.
Ja, igen, átlövök a hónajad alatt, bazd meg. Oké, a szabod eltéveszti, de... Na, eltérítit akartam mondani, csak... Beszéd már nehezemre esik, pedig nem is ittam. Geci. Ja, itt mondjuk ne essünk le. Még azt a rohadt létrát keresem, itt van. Itt is valamilyen Twinkling Titanite, vagy egyéb ilyen dolgok lesznek. Ja, itt pedig két darab. Oké. Most pedig... Már csak három ilyen gyökér van hátra. Lightninghorn. Ez mondjuk nem egy olyan dolog, amit nélkülözhetetlen. De azért vegyük már föl. Meg igen, itt a lényeg az... ezek lennének. Igen, itt van ez a harang. Ettől kéne menni ugye jobbra, tehát erre. És itt még van három tárgy. Pontosabban négy. Amber, Stalk Dunk Pie. De ki használ ilyeneket, de most így komolyan? Már csak a sima Dunk Pie-t is, tehát... Ja. Oké, ez is megvan, Ring of Steel Protection. Most pedig... nyomadhatjuk tovább. És 7 perc alatt ott leszünk a Nameless Kingnél, amúgy csak van még egy sárkány, amit el kell tenni láb alól, illetve egy komolyabb NPC, ugye a Havel. Hú, de csak ezen a részen fogunk találni majd két Titanite Slab-et. Meg majd Grander Heist-ba még hármat. Köcsögennél köcsögebb helyeken. Tehát már csak ezért is, ezért se éri meg kihagyni ezeket a helyszíneket. Pláne ezt az Archdragon Peak-et. Jó, nem azt mondom, hogy a legjobb farmulóhely, mert tényleg köcsögök az ellenfelek, és nem ezek dobják a legtöbb lelket. De az most igazából mellékes. Okcsá! Igen, benne van a pakliba, hogy így néha így arrébb táncol. Jó, persze, jó, ha higgyed már el, hidd már el. Hidd már el, hogy te itt vagy valaki, bazd meg. Hát igen, na szóval, shortcut. Na hát a Nameless King után. Na ez itt viszont egy köcsög rész, tehát itt szigorúan követjük a protokollt, az előírást. Ami az, hogy erre a buzira még... Na. Harmadjára csak megvan. Persze, ilyenkor egyből te is nekünk támadsz, te rohadék! Még lögdösöl is, te nyomorákos köcsög. Jó van, fasz rossz végén landoltál te is. Ezt is inkább csaljuk ide, ezt a maradék seggfejet. Gyere, várlak szeretettel! Igen, hogyha a Great Bow nem lőne kurvára mellé, bazd meg. Tehát, jól van. Ne
meg így táncoltam a fején egy darabig. No hidden path ahead. Na nem mondod. Így meg most. Itt van egyedül ez a köcsög. Na most az összes kritikust bevittem neki így. Megvolt, azt nézzük 7 ütésből. Nem sokára itt lesz az a sárkány. Annak viszont szerintem én megint neki meg a Dragon Slayer Great Axe-el, meg egy-két buffot itt fölnyomatok majd, ugyanis... Hát igen. Nem sebez nagyokat, csak irritál, amikor így eltapos és hanyatt esik tőle a karakter. Engem speciál kurvára írtál az összes olyan támadás. Mert szintén azt jelképezi, hogy a poizit lófaszt nem ér, és senkik vagyunk. Hogy a legjobb páncélban meglőnek egy tüzes nyílvesszővel, és akkor ennyi voltál. Három Twinkling Titanite, és itt pedig... Három Titanite Scale. Alapanyagokban gazdag helyszín, ezt kérem szépen. Lightningot hogy bírod, tesó? Hogy hogyan dobja már magát? De azaz, nem fogsz te itt labdázni velem. De mégis. Nem zavar a szemed között az a... Nevezzük nyílveszőnek. Lehet farmolni ezeket is ilyen twinkling reményében, bár én még nem farmoltam igazából. Ez stamina fröccs. Ott is van Titanite Scale. Hogyha persze, de ti lusták vagytok és inkább venni akartok majd. Na te már is itt vagy, bazd meg. Akkor jó, pajzsom ki. És... De a Dragon Slayer Great Axe-et, hogy rohadnál meg. De a kurva édes anyádat már, bazd meg, szopjad hanyad, de tényleg. Ja, hogy a Nameless King-nél át tudom bukfencezni a tüzet. Itt nem. Hát jó, akkor buffok már nem lesznek. Mert ez egy ennyire gerinces tag. Na igen, tehát ez az, amitől falra mászok, bazd meg. Ez egy hosszas harc lesz. De... Ó, hát ezzel a Dragon Slayer Great Axe-el viszont hamar lesebezzük a Dark Sword-del. Jó sokáig csapkodtam az ipsét. De ugye ennyi a menete, hogy amikor tüzet fújt, hátra lépsz és... Staminám! Mennyi AP-d van még? Na jó. Itt amúgy is valamilyen nagyobb darab fegyver kell, amivel el lehet érni a nyakát. De érdekes, ez ugyanolyan sárkány, mint a boss. És azt sokkal nehezebben sebezzük. Ott is van. Három Twinkling, három Titanite Scale és 6 Titanite Chunk, tehát ez se ajánlott kihagyni. Így nem sokára Bonfire lesz. Jó, annyi, hogy így lesz most egy pár darab ilyen megkövült kristálygyík. És akkor inkább már kőgyík. Hát tényleg nem vészes, tehát ne lehet őket zavarni hamar. De nem arról volt szó, hogy ti ketten jöttök.
tűzfújásra amúgy vigyázni. Töltődjön vissza ez a szar. Ja, még ketten vagytok. Sejtettem, hogy nem akarsz legurulni, nincsen öngyilkos hajlamaid. Kus legyen. Refejelgessé már, mert én visszafejelek, öcsém, nem jársz jól. Még több scale. Ez nagyon jó. Ott volt az ablakban egy tárgy, ezt felszedtük szerintem. Nem tudom ki a kurva anyád vagy, de a faszért most csöngetsz, amikor videózok. Ne. Előbb ezt a kobra fejű faszt öljük meg. Ez pedig ilyen Rickards rapier-es fasz. Hát igen, így páncél nélkül viszont... ez se volt egy túl esélyes, életképes fajta ellenfél. Nem illúziófal, ezt most próbáltam először, csak így random jött egy ilyenem. Ja igen, már is a Bonfire-nél vagyunk. Hát takarítsuk itt ki a helyet, aztán majd hívhatjuk a vihart, szerintem. Ja, meg lépjünk egy szintet. Tehát ennyi lélekkel azért nem megyek inkább neki, mégis van Nameless King-nek, meg úgy... Na, tehát fő a biztonság, az a lényeg. Megpakoljuk át a varázslatokat, nekem kellni fog a Karthus Flame Arc, meg ezek. Vagy a tüzet nem bírja az a rohadványos köcsög. Na most oké, elnyomhatnám az ilyen buffokat, mint a Deep Protection, meg ezek, de úgyis csak a sárkányán jó, azt meg könnyebben lehet darálni, mint magát a Nameless King-et. Ezt is vegyük ki, mert ő, ja, nem mondjuk egyelőre még kell, hülyeségeket beszélek. Azt a Pyromancy Flame-et is kimaxolhatjuk egyébként, majd. Egész nyugodtan. Meg akkor már talizmánomat is. Hollow Slayer Greatsword-ot is, meg még úgy nem tudom. Kéne valami katonát is, mert úgyse használom. Kár, hogy itt nem lehet farmolni Titanize lebeket, vagy hogyha már lehet venni, akkor még csak egyet, akkor inkább kiperkálok 80 vagy 100 ezeret egyért, de akkor lehessen már venni végtelen számba. Így tudom, kicsit furáljon ki, hogy azért farmolsz lelket, hogy aztán elkösd alapanyagra, amikor megtehetnéd, hogy alapanyagot farmolsz, és egybe lelket is. De persze az alapanyagot meg azok az ellenfelek dobják, akik nem dobnak sok lelket. Tehát ki van ezt találva? Ne, hogy azt higgyétek, hogy nem. Soul of a Great Champion. Na mielőtt... itt a többi köcsögnek neki mennénk, először keressük meg itt a tetőn lévő köcsögöt, Havelt. A Dark Souls 1-ben neki a gyengé a bleeding volt, így arra tudok appellálni, hogy itt is az lesz, meg hát őszintén nincs jobb ötletem, mert az a Havel set az minden ellen jól véd. Oké. Twinkling Titanite.
Call a Cartus Rogue, majd mindjárt bekészítjük. Van belőle 17 darab, hát az kövi New Gamer is elég. Rugdos már, te gyökér! Hát nézzenek már oda! Amúgy át lehet ütni a védelmét könnyen, amikor a bunkót fogja. De olyankor a riposzt az nem jön össze, de egy ilyen kritikust, aminek ilyen csattanó hangja van. Hú, nem, leszünk így jóban. Inkább gyógyítsunk még egyet. Ez kemény egy tag. Nem, kurva anyád, nem nyom a Stoneskint. Ne idegesítsé már. Nem megmondtam, bazd meg, süket vagy? Istenem már! Nem tartom ugyan sok ideig. Hát bazd meg, komolyan mondom, a szopán süketit ismered azt a mondást, köcsög. Okcsá. Jó. Hát ezt így legyaktuk, Titan Ice Lab király. És... itt van elrejtve egy varázslat. Erre is utólag jöttem rá. Great Magic Barrier. És Titanite Skill. Hops. Hát ez egy nagyobb esés volt, mint amekkorának kinézett. Mindegy. Ezeken itt én átfutok most. Igen, ahogy én azt elképzeltem. Legyen már azért lincselés. Kíváncsi vagyok, ezek meddig jönnek utánam. Már remélem az irányt is elfelejtitek, gyógyegerek. Ó, bazd meg, te is újra jössz. Jé, tényleg. Ha leültem a Bonfire-höz, ha hogy a viharban, ne? Most figyeljétek meg, hogy szivatni fog. Nem. Itt mi szivatunk továbbra is. Já. Sőn. Na és hát akkor az a helyzet, hogy még van egy pár ilyen kígyó ember. Nem sok, tényleg csak egy pár darab. De még két ilyen nagy barom is. Tehát az így az kell lenni fog. Itt kit lehet beidézni? Hawkwood the Deserter. Igen, amint a vihart ide hívjuk, ő egyébként használ egy Black Separation Crystal. Tehát igen, kurva egy segítség. Kb. Mint a Pest is. Hoppá! Az igen, öcsém. Ja igen, most jön egy nagy darab. Aztán még kettő kicsi. Utána pedig még két nagy darab. Tehát ja, itt meg leszünk áldvám. Ja nem, három darab kicsi jön. Ó, ne. Mi a kurva anyád? Te álba fingott román faszát szaltózgatsz te itt. Ez szép és jó trükk volt, fiam, csak gáz vagy, az az igazság. Egyszerre csak egy jöjjön, kurvára csak egy jöjjön. Nagyon nem akarok kettővel küzdeni.
Azaz, meg vagyok mentve. Király. Large Titanite Shard. Ne! Ne szórakozzunk már! Ezt nem akarod úgy anyád műfaszával is eljátszani? Ezt a földhöz csapom kétszer mutatványt? Na jó, tényleg bazd meg! Ki vagy te? Hogy tudj őszintén? Lebénulás mint olyan az luxus? Ez a tipikus geci ellenfél, még leforogni se tudod? Na persze. Ha jó ilyen nyakkal mondjuk nem csoda, hogy 360 fokba tud forogni. Na jó. Dragon Chaser's Ashes. Királyság. Na ezt odaadjuk, akkor fogunk majd ilyen Twinkling Titanite, meg Titanite Chunk, Titanite Scale, meg egyéb ilyen finomságokat vásárolni. Hát, tök jó együttést kispóroltam. Hát itt semmi. Kicsit csalódott vagyok. Nem baj, itt viszont kárpótol minket a Havel's Ring plusz egy. Ha New Game pluszon lennék, legalábbis kurvára megörülnék neki. Na itt pedig nincs más hátra, mint nyomatunk egy ilyet, és megkapjuk a Twinkling Dragon Torso Stone-t. Egyébként ez a sárkányjá változás dolog, csak akkor lehet megvalósítani a sárkányfejes trükköt, hogyha nincs rajtunk sisak. A testes történetet pedig, hogyha egyáltalán nincs rajtunk páncél. Annyi jó abban a sárkánylétben, van egy ilyen sárkányüvöltés, ami konkrétan felér egy ilyen buff-val, egy ilyen ultra meg a Warcry-jal, de tényleg akkor iszonyatosan erőseket lehet sebezni. Ha látni akartok ilyesmit, akkor Ray Dimitrinek tudom ajánlani a speedrunjait, tehát tényleg az az ember, baszki, tényleg tud játszani. Sárkánytest, meg mindenféle buffok, leperzed Ludex Gandirt, azt one hit, meg ilyenek. Azt nem biztos, hogy ő csinálta, de láttam valami ilyesmit. Hogy konkrétan úgy megy át a bosszokon, mint kés a vajon. Na hívjuk azt a vihart, és váltsunk csak. Hol van a smoke set? Nekem most akkor az fog kelleni, mert ugye tudom, ilyen szúrás, meg ilyen ellen a Havel a jobb, de bízom benne, olyan sima támadásait a Nameless Kingnek már egyre jobban kerülgetem. Viszont a Lightningos hülyeségeit, amikor a földből így kilövel egy, hát na azt már nem mondanám. Tehát, ja, inkább a Lightning védelmünk legyen magasabb, meg az összes ilyet fizikai pajzsot ki. Jó, ez a páncél, csak egy kicsikét hülyén nézünk ki benne, mit gondoltok. Kicsikét nagyon hülyén. És aztán megint az a trükk, hogy majd be kell rakni a Dark Sword-ot, de így, hogy most az item boxba ki van dobálva egy csomó felesleges szar, így nem lesz vele gond. A Dragon Slayer Great Shield-et és fölnyomni a Karthus Flame Arc-ot. Ez a tervem. Meg majd kíváncsi vagyok, hogyha nyomatja azt a geci támadást, hogy így felcsargyolja a lángját, és a földből kijön egy ilyen, mi a neve, villám, akkor majd belevédek egyszer a pajzsal, azt mindenképpen ki akarom próbálni. Hogy a plusz 5-ös Dragon Slayer Great Shield-el, úgy ezt hogyan fogjuk bírni. Csak aztán nehogy reflexből belebukfencezzek, ráadásul szar időben. Most én milyen hájasak vagyunk ebbe az armorba. Na, azt kijelentettem, hogy tényleg ez a legnehezebb páncél a játékba. De szokták használni egy páron, tehát nem rossz. Akinek a dizájn nem számít, mert a Havel az azért tényleg
Jobb egy fokkal. Na szóval. Szóval. Azt lecsekkolom, hogy itt mennyit kell a pajzsért. Aha, igen, egyből itt van, tehát csak a D-padot egyszer nyomom föl. Itt is a Dark Sword meg lesz. Hát jó. Akkor kívánjatok szerencsét, mert this is going to be hot. Hogy rázzuk a hájas seggünket. Százakat verünk oda. Pajzs benn van. Na ezt hívják úgy, hogy flawless victory. Egyelőre. Akkor gyorsan át kell váltanom a kardra és föl a varázslatot. Nyertem egy kis időt. Hihetetlen. Róla egyébként azt kell tudni, hogy korábban egy ilyen sárkányölő háborús istenség volt, aztán egyszer csak gondolt egyet, nem tudom miért szövetkezett ezekkel a sárkányokkal. Meg majd tárgyleírásból lehet tudni, hogy koronája meg mindenne hasonlít a First Lord of Cinderéhez, azaz Gwynhez, tehát ő Gwynnek az egyik fia. Érdekes a hasonlóság egyébként. Elég bedesz, tehát én a páncélt azóta is használom a dexes karival. Na. Haha, ezzel nem baszol át, mint plusz-pluszon. De jó, hogy ebbe belevédtem. Na ezzel viszont beszoptam a faszt, igen. Mész már, te vadállat! Bazd meg már a... Azt hittem már lebénul. De... Öreg hiba volt ezt hinnem kurvára. Ajaj. És tényleg bele lehet védeni. Jó, oké. Hát egy valaki stamina nem egy, de... Valahogy nehezebbnek érzem. Ők elmét. Ne lepődjetek, ha meg fog ölni, mert most kurva szarnak érzem magam. Tehát eddig egyszer nem tudtam lebénítani. Haha! Bele is védtem, meg ki is kerültem. Na ki a király?
Fönn volt a pajzs. Fönn volt a pajzsom. Nem nyer, kisfiam. Nem nyer, baszki. Hát, az igen, hogy nézünk ki. Ja, most egy kicsikét nehezebben bírtam el vele, mint... hogy is mondjam. Mint New Game Plus Pluszon, most nem volt meg az a kellő dinamika, de... Hát most is kinyírtam elsőre. Tehát igen, hogyha bizonytalanok vagytok a gurulásban a... fölből kijövő, pontosabban felhőből kijövő Lightning esetén, akkor védjetek bele pajzsal, nem sebződtök nagyot, a stamina az lemegy, tehát... Ja, de az is jobb, mint... mint mondjuk elveszíteni a... fél HP-t. Á, picsába. Most határozottan bénám voltam, mint múltkor. Á, mindegy. De a kellő felkészültség azt szerintem megvolt. Amilyen hibátlanul kinyíltam a sárkányt, olyan balfasz volt a második részben. Na, de mindegy. Ilyen ez a pop szakma. Ahogy már sokszor mondottam. Na, 51 percnél tartok, elvileg. Tehát még annyi belefér, hogy itt a tárgyakat felszedem. Páncélt közben cserélhetjük vissza. Havel. Pajzsból is. Bonfire-t azt gyújtsuk meg. Meg cseréljük át a varázslatokat. Twin Princehez is jól fog majd jönni a Lightning. Most már az következik. Ah, hamar átdaráltam ezt. Délután alatt. Egy maradék szopatósabb helyszínt. Tehát ja, amit még itt tudni kell erről a részre, hogy itt is el van rejtve egy plusz kettes gyűrű. Mert ez Titanite lab, ez nem az, elnézést, vaklárma. Nem, úgy tényleg itt van a Covetous Gold Serpent Ring plusz kettes. Valahol. Ja, itt. Meg még itt van a Dragon Slayer Ornsteinnek a szettje. És a Dragon Slayer Spear. Na, hát akkor 53 perc alatt, bocsánat, 51 perc alatt, mert a 2 perc az Irritable Dungeonből volt, 51 perc alatt sikerült legyaknom ezt a helyszínt, kis bénázással. Hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, András voltam, sziasztok, várlak benneteket az utolsó két résszel majd.